Elkezdődött az első halvad és gőzölgő fesztivál Győrben. Az ord időjárás miatt sok kiállító visszamondta, vagy meg sem érkezett még a helyszínre. Ennek ellenére a hétvégén a szervezők színes zenés programokkal várják az érdeklődőket. Kurtább lesz a program, mint amit terveztük, sajnos mondtak vissza együttesek is fellépést az időjárásra való tekintettel, de 5-től 6-ig a Jolly Joker együttes fog fellépni, és 6-tól 7-8-ig pedig a Venk együttes lesz. Vasárnap délelőtt lesz egy gyerekprogram, hát ez is majd az időjárás függvényében majd, hogy mit tudunk ebből megvalósítani. Este pedig a Lloyd Egylet fog fellépni olyan 6 óra magasságában. Ferenc Károly a fesztivál szervezője hozzátette, vasárnap hóemberépítő versenyt rendeznek délelőtt 10 órától a Széchenyi téren, nevezni a helyszínen lehet. Az első 3 helyezett értékes ajándékokat vehet át. Érdemes lesz kilátogatni a fesztivál helyszínére, hiszen az árusok finomabbnál finomabb ételekkel és meleg italokkal készülnek. Schweigféle grog, ez egy Schweig útleíró szakáskönyvben találtam a receptjét, ami úgy kezdődik, hogy ki ezt megissza, annak az úgy fogja érezni, hogy akár a Lamás-csatorna átúszására is képes lesz. Hogyan és miből készül ez a különleges ital? Azt is megtudtuk Orvos Miklóstól, a Cseserök forgalmazójától. Az alap, hogy vízben cukrot, fűszereket fölfőzni, utána 3 liter fehér bor, szintén fölfőzni ezzel a cukros fűszeres lével, és a végén 1 liter konyakot öntünk bele, és ennek a gőzét meg lehet gyújtani, és akkor ezzel elkészült a Schweigféle grog. A fesztiválon többi között Győrváros pálinkáját is megkóstolhatják az érdeklődők. Készültünk ilyen kis kártyákkal megmutatni, hogy melyik gyümölcsből készültek a pálinkák. Ez például a som, ez a fekete ribizli, ez a kökény, ez a fekete áfonya, és ez lenne a madár berkenye, amit hát sokan ismernek arról, hogy ez útszélén megjelenik díszcserjeként, de ebből is lehet nagyon finom pálinkát főzni, a vadszilva. Ezen a hétvégén tehát az első hal, vad és gőzölgő fesztivál várja az érdeklődőket a győri Széchenyi téren.